Igen. És akkor most nyugodtan még egyszer megkérdezem, hogy most már rögzítve, hogy akkor van-e kifogása bárkinek az ellen, hogy ezt a mai megbeszélést rögzítsük. Kinek van kifogása, kérem, most jelezze. Fel fog kerülni majd az anyaga a távokat inicet honlapjára, azért, hogy mások is meg tudják hallgatni az itt elhangzottakat. Jó napot kívánok! Hamar Imre vagyok, a Távokat Inicet igazgatója. Valószínűleg többségükkel nem találkoztam még az elmúlt években. Azért jutom össze ezt a mai megbeszélést, tájékoztatót, hogy hasonlóan, hogy a kínai szakon, koreai szakon és japán szakon is egy reformot indítunk el, amelynek lényeg az, hogy az MA képzésünket átalakítsuk. Nyilvánvalóan, hogyha japán szakra járnak most már másodéven vagy harmadéven, hadd kezdem meg ki az, aki önök közül harmadéves, tegye fel a kezét, és akkor látok. Tehát többségében akkor látom, hogy a harmadévesek jöttek el. Tehát nyilván, aki kaptak már híreket a mostani jelenfutó japanológiai MA-ról, úgy gondolom, hogy nem volt összetájékoztató is talán a japanológia MA-ról, ami hát lehet egy kicsit azért más volt, mint amit most fogok mondani. A lényeg az, hogy amit most fogok mondani, az az érvényes MA, ami szeptembertől elindul. Ugye az előző MA, ami most már több éve ugye fut a japán szakon, annak a lényege az volt, hogy tulajdonképpen a BA megszerzett nyelvi alapokra építve próbáltunk a japán kultúrából különböző szegmenseket bemutatni, irodalom, történelem, vallás, filozófia, egyebek. Hát egyébként igazából a nyelvi kérdés valamennyiben háttérbe került, illetve a modern japán is csak egy része volt ennek a bizonyos bemutatásnak, és valószínűleg nem is a nagyobb része, inkább a kisebb része. Azonban az elmúlt időszakban felmérséget végeztünk BA-s hallgatókörébe, hogy ki mi iránt érdeklődik, ki mit szeretne tanulni az MA képzések során. És hát nem meglepő módon persze, de azt a visszajelzést kaptuk, hogy alapvetően mindenkit egyrészt a modern nyelv érdekel, a mai nyelv kínai, japán, koreai, ki mely mi a szakra jár, illetve a mai illető országnak a helyzete, történelme, irodalma, kultúrája, akármi gazdasága is, ami nem egy tipikus bölcsész terület, de nyilván valaki érdekel japának a gazdasága épi részt ennek a japán megismerésének, mint a mai irodalom vagy történelme. Hát mi arra vállalkozunk most ebben az új japán MA-ba, amit egyébként éppen át is nevezzük a japanológiáról, az a termét átnevezzük japán szakértő MR-ra. Tehát, hogy sokkal inkább a mai japánra, a modern japánra helyezzük a hangsúlyt, amely meg tud jelenni úgy, hogy egyrészt a modern nyelvi képzés fog megerősödni. Tehát egyértelműen célul tűzzük ki azt, hogy valaki nem is megy el Japánba, akkor is el tudja érni az MR képzés után Japánból a felsőfokú szintet, le tudja tenni a felsőfokú nyelvvizsgát. Ez egyik. A másik a pedig japán nyelvből, hogy erősítsük a tolmács-fordító kompetenciákat. Tehát olyan órákat vezetünk be, hogy kimondtan a tolmácsolást, fordítást tanítjuk, erre lesznek gyakorlati órák. Szerintem nagyon sokan gondolom jó pár, hogy ha végeznek, akkor be fognak menni dolgozni cégekhez, akár tolmácsolni, akár más munkát végezni a különböző japán cégeknél. Olyan tudást akarunk adni önöknek, amely segít abban, hogy elhelyezkedjenek a munkaerő piacon. Tehát felsőfokú nyelvtudás, tolmácsolási készség, és mellette pedig a japán kultúrából pedig kimondottan a modern japán kultúrát helyezzük előtérbe. Tehát a mai japán irodalom, vizuális kultúra, történelem, mai japán gondolkodás, vallások, tehát egyértelműen
az a cél, hogy valaki kikerül az MR-ról, akkor minél alaposabb ismerete legyen a mai japán kultúráról. Nyilván segíti megint csak az, hogyha valaki elmegy egy céghez dolgozni, akkor sokkal több hát, up-to-date információ lesz a mai japánról. És ezt még kiegészíti az a lehetőség továbbá, hogy meg fogunk állapodni japán cégekkel, hogy egy cégnél lehet végezni szakmai gyakorlatot, de bizonyos krediteket el lehet szakmai gyakorlatként ismertetni majd az MR képzés során. Hát ezeket az órákat, tehát nem kell órákat elvégezni, hanem csak egyszerűen a megadott időszakban 2-3 hétig el kell menni egy japán céghez, és ott lehet gyakorlatot szerezni ottani munkában. Mindenképpen ez megint csak segíti a későbbi munka elhelyezkedést, látják azt, hogy van már egy gyakorlata, ami egy fontos, hogyha egy céghez mennek állásinterjúra, illetve hogyha a szerencséjük van, és a cég, ahol dolgoztak, és hát szimpatikussá válnak ott a cég számára, akkor lehet, hogy kapnak egy ajánlatot a cégtől, hogy maradjanak ott a végzés után az illető cégnél dolgozni. Igazából abszolút az a célunk, hogy ez a japán MR képzés innentől kezdve alapvetően nem egy tudományos PhD-ra felkészítő képzés lesz, ez is benne van, ezt se tagadom, azonban alapvetően legfontosabb kompetencia azok számára, akik szeretnék a BA képzésüket magasabb szinten folytatni, és szeretnének a gyakorlati életben elhelyezkedni, azokat olyan kompetenciákkal vértezzük fel, amelyek segítik őket az elhelyezkedésben, segíti őket abban, hogy minél jobb, hát jobb pozícióból induljanak a munkaerőpiacon. Nyilván nem fog leszámolni ezért a japán múltal, nem menti az, hogy csak modern japán, vagy szerintem nyilván a mai japánnak azért mégiscsak része a régmúlt, tehát lesznek olyan órák azért, amik nyilván valamennyire foglalkoznak a régmúlt japánnal, akár a régi japán nyelvvel is, van klasszikus japán nyelv, majd látjuk majd mindjárt a konkrét óratervet. Azonban még egyszer mondom, a hangsúly az a gyakorlati kompetenciákon van. Részben, ami japán ismereteket érinti, hiszen pedig olyan általános ismereteket, mint például a fogalmazás, illetve a prezentáció készség. Tehát fontos ugye, hogy ha elmennek valamilyen céghez dolgozni, be kell mutatkozniuk, látniuk kell rajtuk magukon azt, hogy megfelelően tudják magukat reprezentálni, akár írásban, akár szóban. Ez olyan alapvető skill egyébként a munkakeresésnél, amelyet minden munkáltató általában lemér akkor, amikor fel akar venni egy új munkaerőt. Az emberek többsége nem rendelkezik ilyen skill-ekkel. Mert hogyha nem jön, aztán a bölcsőzmánynak egyik legnagyobb erőssége az, hogy megtanítjuk hallgatókat ezekre a képességre, hogy bölcs hallgatótól elváltó az, hogy tudja magát reprezentálni írásban is és szóban is. Ezek olyan készségek, amiket nyugodtan állítom, hogy ha csak valaki nem született tehetség, a legjobban a mi képzéseinkben lehet elsajátítani. Milyen módon? Lesznek olyan szemináriumok, ahol önöknek kell nyilván fogalmazást írni, önöknek kell eszéket írni nyilván egy megadott témáról, illetve nyilván egy adást kell tartaniuk a többi hallgató számára. Tehát lehetőség nyílik arra, hogy egy kis csoportos foglalkozás keretében belül saját magukat bizonyos témákban hát kipróbálják, és mint előadóként tudnak szerepelni. Ez nem pusztán arról szól, hogy majd felkészüljünk a tudományos életre, hogy akkor valaki meg később tanár lesz, vagy kutató lesz, hogyan fogja magát majd előadni a tudományos előadáson, hanem ezek a gyakorlatok pont azt a célt is szolgálják, hogyha valaki ez elhelyezkedik egy teljesen praktikus munkában, pozícióban, akkor ott is, ha van bármilyen meeting van, bármilyen vezetői értekezet van, ott meg kell nyilvánulniuk, és nem mindegy, hogy ez a megnyilvánulás milyen módon történik. Hogyan tud valaki magát reprezentálni, saját magát eladni egy ilyen fórumot. Én voltam Amerikában Fulbright ösztöndíj, egy évet ott tanítottam, és meg kell mondanom, hogy amerikai például sokkal-sokkal jobbak nálunk. Ők ezt tanulják már gyakorlatilag nagyon korán, ők nem is tudnak túl sokat,
amit tudnak, vagy nem tudnak azt is, valami jól tudják eladni. Mi inkább a szerint két európai kategóriában vagyunk, hogy sokat tudunk, de kevésbé tudjuk tudni magunkat eladni azt, amit igazából tudunk. Tehát nagyon szerényen általában a háttérbe húzódunk, és nem mutatjuk meg azt, hogy mit tudunk. Azonban ez a munkaerőpiac ez nem egy előnyös tulajdonság, hiszen a munkaerőpiacon arra kíváncsiak, hogy mit tudnak, és nyilván, hogyha ha meg akarják ezt tanulni, erre lesz lehetőség itt a MA szemináriumokon, hogy valaki megtanulja magát jól kifejezni írásban és szóban egyaránt. Tehát képes legyen arra, hogy jövőben különböző munkaerő piacon, a különböző munkáik során, és őket felkészüljenek egy ilyenfajta hát, kihívásokra. Úgyhogy tulajdonképpen én azt szeretném, hogyha valóban a japán képzésünk egy megújult, modern képzés lenne, amelyben hát ezt számítunk az önök visszajelzéseire is, és mindjárt most meg fogom kérni majd kis Mónika tanárnőt, hogy menjen végig a további hát, pontokon. Értem, hogy még egyszer mondom, az első PPT-t még elmondom, összefoglalom azt, amit eddig mondtam. Fontos az, hogy ha vége van a prezentációnak, mindenképpen számítok az önök kérdéseire, hogy hogyan látják ezt. És még egy dolgot nem mondtam, ami gyakorlatilag már ezzel MA megvalósult, úgy hallottam a japán MA-n, hogy a órák nem össze-vissza vannak elszorva a hét közben, mert meghatározott időben ártam, egy vagy két napra igyekezzük az órákat sűríteni, hogy lehessen mellette dolgozni. Mert tudjuk azt, hogy MA korszakban mindenki általában már dolgozik, hiszen mindenkinek fenn kell magát tartania, hogy ezt segítsük, ezért órákat is úgy rendezzük el, hogy minél inkább lehetővé tegye mellette a munkavégzést. Akkor most megkérném az első diát, akkor Mónika, hogy hozz meg a... Rendben. Nem tudom megosztani, mert ahhoz engedélyezned kell. Oké, engedélyeznem. Biztos kell. Most próbáld meg, Mónika. Aha, most megy. Mindenki látja? Igen, kiváló. Szép fekete, ez épp ennek a színe. Oké, mehetünk tovább küldöz a diára. Oké, jöhetnek a pontok is alatta. Egyszerre valamennyi. Oké. Okay. Jó, oké. Okay. Tehát még egyszer összefoglalva, mik a céljaink ezzel az új japán szakértő MA-val? Felsőfokú japán nyelvtudás elérése, fordítási és tanácsolási készségek fejlesztése, hangsúly, a modern japán irodalom, társadalom, kultúra, gazdasági és politikai helyzet megismerésén. Még kiemelnem azt, hogy fel fogunk kérni mindig vendégeladókat, és még mindenfélben legalább egyet, aki olyan területekről fog beszélni, amihez mi nem annyira értünk. Nyilván a tanárnak van egy tanári gárdája, van egy tanári kapacitása, mindenki nyilván meg bizony területekhez ért. Azonban vannak más területek, amikhez nem értünk, de nyilván a gazdaság, társadalom, például a Popper Ákos, aki a Tátikon társadalmányi karon van, és nemzeti tanulmányoknak a vezetője, számos olyan dolgot tud neki mesélni önöknek, nyilván amihez mi bölcsészek nem annyira értünk. Tehát próbáljuk kicsikét színesíteni is a kínálatunkat, nem csak a meglévő tanárok fognak órákat tartani. Ugyanegy új téma, Japán elhelyezése Ázsiában és a világban, de kicsit kitekintünk Japánból, tehát valaki nyilván lássa azt, hogy akár kulturálisan, akár gazdasági, politikailag, hol a helye Japánnak a világban. Ezek általános szakmai készségek, ugye fogalmazás, prezentáció, készítés, stb. Fejlesztése. És ami fontos, hogy ez együttműködés japán partnerekkel, cégekkel, ahol szakmai gyakorlatra lehet menni. Következő diát. Igen, és ennek a reformnak a keretén belül, tehát a nyelvi órák óraszámának növelése, fordítás és tolmácsolásra kapcsolatos gyakorlatok,
elméleti és gyakorlati háttér, fókusz a modern tanulmányokon. És mit nyújtunk? Lesznek nyilván anyanyelvi oktatók, lesznek magyar anyanyelvű szakmai oktatók, külön kiemelném, nem tudom, hogy tudják hallgatók, hogy Zente Ült, aki egy kiváló, és nagyon sok éven keresztül dolgozott egy japán cégnél, hogy én magam hallottam szinkron tolmácsolni, úgyhogy kiváló tolmácsolási készségekkel rendelkezik. Ugye ez egy előnye ennek a tanulásnak, hogy ilyen gyakorlatilag rendelkező oktatónk is van, illetve Ucsikó a tanárnak, aki arra, japán nyelvű mellett ugye magyarul is kiválóan tud, tehát a tolmácsolás, fordítás, azt mondom, hogy van ki, minden két irányban van olyan szakemberünk, aki ezt maximálisan tudják hát, tanítani. Kapcsolatteremtési lehetőségek szintén hát, a cégek szempontjából ugye fontos, hogy lehet meg ismerni cégeket. Valamint, hogy mondtam, hogy a párnapos tanítási rend, tehát a munka mellett is lehet az EMMA-t elvégezni. Úgyhogy köszönöm, egyelőre én ennyit akartam mondani, és átadom a szót a Mónikának, hogy akkor ő folytassa a konkrétumokkal, az órákkal, és utána, hogyha Mónika befejezte, akkor még visszavenném majd a szót, és akkor lehet majd kérdezni, illetve lehet kommentelni. Mónika, tiéd a szó. Rendben, köszönöm szépen. Tehát amit még ugye itt el lehet mondani, tehát egyrészt a nyelvképzés fejlesztése az, ami kimondottan nagy hangsúlyt fog kapni az EMMA-n belül. Ez pedig azt akarja, ugye, hogy egyrészt a mostani nyelvi órák számát duplájára növeljük, illetve két éven keresztül, 4,5 éven keresztül folyamatosan lesz tolmácsolási, illetve fordítás technikai óra. A fordításnál, ami nagyon fontos, hogy nem csak japán-magyarra, tehát nem csak a anyanyelvünkre, hanem pedig magyar-japán fordítás is bele lesz véve a tanegységlistába. A szakmai anyagoknál pedig hát ugye alapvetően a modernizálásra helyeztük a hangsúlyt. Természetesen a BA alatt azért nagy részt mindenki kap ízelítőt ugye a japán történelemből, a társadalomból, úgyhogy az EMMA-n már kimondottan specifikusan a mai, a modern helyzetre fókuszálnánk. A történelem mellett természetesen ugye a mai politika is hangsúlyt kapna. A társadalom és kultúra az eddig is szerintem egy erős része volt ugye a BA képzésnek is, ez megmarad az EMMA képzésben továbbra is. Nagyon fontos, hogy az interkulturalitás is bekerül, mint egy szempont, amiből meg lehet vizsgálni Japánt. Emellett kicsit továbbfejlesztve mondjuk a művészeti és az eszmetörténeti órákat, ugye a vizuális kultúra, illetve a modern mai japán gondolkodás az, ami megint csak meg fog jelenni, ami szintén nagyon fontos, főleg, hogyha mondjuk Japánban vagy japán céges környezetben akarnak esetleg később elhelyezkedni, ugye a tőlünk kikerült hallgatók. Ez nagyon-nagyon sokat segíthet az elhelyezkedésben is. És a japán helye a világban, ugye Kelet-Ázsiában és a világban, majd lesz is egy ilyen óra, ez pedig azért is fontos, hogy jobban átlássuk ugye a mai helyzetet, illetve hogy ez hogyan alakult ki, milyen kapcsolatai vannak ugye Japánnak a világban, ami megint csak egy nagy segítség lehet, hogyha esetleg japán környezetben akarunk a későbbiekben munkát vállalni. Az új tanegység listában ennek megfelelően a mostani órákat vagy felváltják, vagy pedig ugye egy kicsit modernebb részre fókuszálva írtuk át. Tehát a tanegység listában ugye a modern japán nyelv 1-4 az, ami két éven keresztül, tehát minden fél évben van óra. Ezen az órán ugye nagy részt, hát egyrészt a felsőfokú nyelvtudás elérése az, ami a középpontban van, amit hát most felsőfokú nyelvtudást mondunk, ugye mondhatnánk azt is, hogy a JLPT N1, viszont abban nincsen szóbeli, tehát itt a modern japán nyelvórákon nem csak a JLPT N1-re való felkészülés lenne,
hangsúlyos, hanem a szóbeli része is, amihez segítség például a tolmácsolás japán nyelven órák is lehetnek, ugye, ahol aktívan természetesen kell használni a japán kommunikációs nyelvet. A japán fordítás az pedig leginkább azért is fontos, hogy ahogy Hamar tanár úr is kihangsúlyozta, tehát nem csak szóban, hanem írásban is természetesen meg tudjunk nyilvánulni rendesen. A fordítás alatt itt különféle szövegeket lehet érteni, nem alapvetően szépirodalmi szövegeket, hanem inkább szakmai anyagokat, amik nagyon-nagyon nagy előnyt jelenthetnek szintén, hogyha esetleg valaki ugye hosszú távon japán cégnél való elhelyezkedésben gondolkodik. Tehát akár mindenféle szakmai anyagok, újságcikkek, egyebeknek a fordítását kell itt érteni, tehát ezek is kimondottan a mai kortárs dolgok. A társadalom, illetve történelem, politika az természetesen megmarad. A képzésben egy újfajta óra lesz az interkulturális kommunikáció, természetesen japán szemszögből, illetve a tradíció és modernitás találkozásai a mai Japánban, tehát itt valahogy azért belekerül természetesen a régi Japán is. Én fogom átalakítani a művészet történet órát, hogy japán vizuális kultúrává, ami szintén a hangsúly 20.-21. századon lenne, ahova ugye Béján például nem jutunk el a művészet történetben, és ami az egyik legizgalmasabb része a japán művészetnek, természetesen a nagy népszerűségnek örvendő anime, manga, popkultúra is belekerülne, mint vizuális kultúra, de emellett a filmek, illetve a modern művészeti például performance, egyéb műfajok is az óra témáját képezik majd. Szintén az eszmetörténetnek egy sajátos újfajta megközelítése lesz a modern japán gondolkodás óra, illetve az előbb is már többször említett, hogy a japán elhelyezése a világban és Ázsiában. És akkor ami pedig még megmarad a régebbi képzésből, az két klasszikus óra, illetve a fontosabb, ugye főleg szakmódszertani, illetve egyéb fontosabb témákban, hogyha el akarnak mélyülni, akkor pedig a újdonság lesz a japanológiai szakszeminárium, ami 3 órát fog magába foglalni. Ezek kötelezően választható órák lesznek. Itt sok minden meg lesz hirdetve, sok témakör, ahogy itt is láthatják, és ebből 3-at kell majd kötelezően elvégezni. Természetesen szabad kreditként még annyit végeznek el, amennyit szeretnének. Ezt már inkább az egyetükön belül fogják felépíteni ezeket az órákat, és itt nagyobb hangsúlyt fog kapni a tudományosság természetesen a szeminárium keretében. A tanegység listában az új elemek főleg ezek lesznek. És akkor, hogy röviden összefoglaljuk, hogy mégis milyen előnyökkel jár, hogyha valaki elvégzi ezt az újfajta japán szakértő mesterképzést. Egyrészt ugye támogatjuk azt, hogy munkavégzés mellett tudjon valaki egy mesterdiplomát szerezni. Természetesen itt megint csak az együttműködés az, ami nagyon fontos, hogy a hallgatók és az oktatók együtt tudjanak működni, és tehát hogy a hallgatói oldalt figyelembe véve fogjuk kialakítani, amennyire lehet az órarendünket is. Nagyon fontos, hogy felsőfokú nyelvtudást adjunk a hallgatóinknak, amivel tudnak is érvényesülni majd a későbbi életükben. Az ösztöndíjakhoz való hozzáférés az természetesen megmarad, ez már most is működik. Igazából, ha jól tudom, szinte minden mesterszakosunknak van lehetősége kijutni pluszba még Japánba, de ha véletlen nem sikerül, akkor is a 2 éves képzés természetesen az a célja, hogy a nyelvképzés legalábbis, illetve a tudományosságban is meglegyen az, hogyha valaki nem jut ki, de mesterképzésen sokkal nagyobb esélye van egy hallgatónak kijutni Japánba. Ami még előny, ugye a szakmai gyakorlat,
Ezt a fajta, tehát a munkavilágában eltöltött gyakorlati pár hetes vagy pár hónapos rész, ez nagyon fontos azért, hogy egy kicsit megtapasztalják még nem élesben, hogy milyen is például akár tolmácsként, vagy fordítani, vagy egyéb munkakörökben dolgozni. Ez akár segíthet abban is, hogy valaki eldöntse, hogy a jövőben mondjuk mivel akar foglalkozni. A naprakész tudás, ahogy már láthatták, tehát a tanácsiglista is főleg erre épül. És hát a 21. századi munkavállalói készségek, mint tudjuk, azért ezek elég sokat változtak, főleg az elmúlt évtizedekben. Az írás készség, a prezentációs készség nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fog kapni, illetve hát ez az önmenedzsment, tehát amit szintén kihangsúlyozott még a Hamartanár úr, tehát a saját magunknak az eladása, annak a képességeit is lehet fejleszteni. Például kommunikációs képességek fejlesztése az nagyon-nagyon fontos, amire szintén rengeteg lehetőséget lehet kapni az Emmának a 2 éve alatt. Én ezt szerettem volna akkor elmondani, és akkor most leveszem a megosztást, és akkor visszaadom a szót Hamar tanár úrnak. Köszönöm szépen! Köszönöm Mónikának a részletesebb tájékoztatót. Talán csak egy dologgal egészen ki vagy pontosítanám, tehát hogy nem kell megérni attól, amikor azt mondta, hogy a szakkollégiumokon már komoly tudományos képzés lesz, nyilvánvalóan az is lesz, de ettől független pont ez az a része, ahol a gyakorlati része megvalósul pont ezeknek a reprezentációs és fogalmazási készségek javítása itt fog történni. Tehát nyilván, ha valaki akarja, akkor nyilván ezeket a szemléleteket úgy is el lehet végezni, hogy már gyakorlatilag a PhD-re való felkészülés, úgy is el lehet végezni ezeket az órákat, hogy ember nem annyira, nem csupán a, mert elsősorban nem a szakmai tartalom a lényeges, hanem a szakmai prezentáció, ami már nem csak szakmaiság, hanem nyilván általános prezentációs készségeket tudunk hát kialakítani a hallgatókban. Körülbelül itt szerettünk volna mondani röviden az új japán szakértő Emmáról, úgyhogy érdeklődnék, hogy van-e bárkinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatosan a hallgatók oldaláról. Tovább is kérem, aki tudja, kérem kapcsolja be a kameráját, hogy lássuk önöket, ha már nem is személyesen, legalább a pici kis kockában lássuk az arcukat. Ennyiben se picit azért ez a megbeszélés személyesebb legyen. Csak várom a kérdéseket. Tudnak jelentkezni a... Van egy jelentkezés gomb elvileg, hogyha rá kattintanak, akkor azt én fogom látni, és akkor tudok szólni, hogy ki szólva. Bátran, nyugodtan, bármit meg lehet kérdezni, tehát teljesen egy akármilyen gyakorlati kérdéseket. Parancsoljon Bálint Ferenc. 2 darab kérdésem lenne. Az egyik a nyelvi képzéshez kötődne, mégpedig az, hogy a fordító és tolmács képzés az egyszerre fejlesztené mind a kettőt, mind a két kompetenciát, vagy nekünk kéne majd választanunk egy idő után, hogy melyik irányba szeretnénk mondjuk specializálódni. Igen. Ez első kérdés, másik? A másik pedig az, hogy a mester után továbbra is lehetne tanárképzés elvégezni. Köszönöm szépen, mindenképpen nagyon jó kérdés. Tehát valóban tehát az órendet tekintve, hogy egyaránt kap helyet benne a tolmácsolás, illetve a fordítás. Tehát nyilván mindenkinek ezeket el kell végeznie. Tehát ez nem választás kérdése, ez része a tantervnek. De nyilván később évben aztán lehet, hogy maga tudja magát valamennyire hát preferenciát fájtani, hogy mi az, ami inkább érdekli őt. Lehet, hogy olyan órákat akár szakkollégiumként hát felvenni,
későbbiekben, ahol egyiket másikat lehet erősíteni. Azt hiszem, ez lenne a legjobb megoldás. A másik és nagyon-nagyon jó kérdés, tehát valóban, tehát azzal, hogy most ez MMA átalakul, ettől függetlenül ez egy japán MMA, ami azt jelenti, hogy erre ráépülve valaki egy év alatt meg tudja szerezni a tanári képesítést. Tehát, hogyha valaki elvégzi ezt a két év szakmai anyagot, és megszerzi az MMA diplomát, utána elvégzi az egy éves, alapvetően pedagógiai és pszichológiai tárgyakban álló tanári modult, akkor utána megkapja azt a bizonyítványt, ahol Magyarországon, a bármilyen iskolában, átiskolában, gimnáziumokban hát, hivatalosan taníthat, hivatalosan felvetik állásba. Rendben, köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, további kérdés. Bocsánat, még ehhez hozzászólhatnék csak egy pillanat, hogy a kötelezően választható japanológiai szakszemináriumok között még pluszban lesznek fordítás meg tolmácsolás, tehát lehet azt mondani, hogy akkor valaki mondjuk extrán akar ezekből elvégezni, akkor ott még lesz lehetőség természetesen további ilyen órákra. Értem, köszönöm. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy arról van már esetleg információ, hogy hány főtől indul, és mennyi a maximum, amit felvesznek? Köszönöm szépen, nagyon jó praktikus kérdés. Tehát azt gondolom, hogy két fővel már el fog indulni a panológia, tehát minden évben azért azt hiszem, hogy a panológia már elindult, szerintem, ha jól tudom, és azért két fő mindig volt. Nézzék, ez egy, nem akarok itt hazudni, és ezt mondani, ami nem igaz, tehát a bölcsész emmák általában válságban vannak. Tehát ezt világosan kell látni. Nagyon kevés hallgatom, hogy általában az emmák kérdésekre a bölcsész karon. Én szerintem a világ megváltozott. Nekem álláspontom ebben. Nem a diák változtak, hanem egy kicsit egyetlen nem tudott a diákok igényeinek megfelelően változni. Azt gondolom, hogy a bölcsész karon, hogyha valakit bölcsészkaron akarunk tartani, akkor mindenképpen valami gyakorlati tudást kell adni az egyetemnek, ami tényleg hasznos lehet a hallgatók számára. Már én azt gondolom, hogy én magam, hát nem tudják, én a kinebutizmussal foglalkozom, annak is mondjuk a tankori korszakával, tehát mondjuk 1500 év ezelőtti buddhista szövegeket szoktam általában olvasgatni, és ezt imádom, és szeretem ezt csinálni, de nem hinném, hogy mondjuk túl sokan lenne kíváncsiak erre mondjuk a mai hallgatók közül. Nyilvánvalóan olyan programot kell szerintem a bölcsészkarnak adni, amit tényleg a hallgatók úgy látják, hogy az a jövőjük szempontjából hasznos lehet. Én most arra vállalkoztam itt a távol-keleti intézetben, hogy olyan programot állítottunk össze, még biztos vagyok benne, hogy az önök érdekeit szolgálja abban, hogy később, mikor nyilván végeznek az MMA-val, és nem is akarnak tovább tanulni, tovább menni PhD-ra, akkor is ez a két év, ez egy hasznos időbefektetés volt, meg fog térülni az itt elvégzett két éves munka, hiszen biztos, hogyha munkát keresnek, jobb képességekkel fognak munkát keresni, tehát valóban az életre készít fel ez az MMA, nem pedig általában ad valamilyen fajta tudást Japánra, ez szintén hasznos lehet, de ha valaki célzottan szeretne olyan képességeket szerezni, amelyek hasznosak számára a jövőben, akkor ez a japanológia, vagy a japán szakértő MMA, ez mindenképpen ezt a célt szolgálja. Köszönöm szépen. Ez volt a válaszom. Köszönöm a kérdést. Balázs, akartál mondani, vagy megláttalak egy hirtelen csak? Nem, szerintem. Csak itt felvillantál itt a képernyőn. Köszönöm, további kérdése. Akkor megkérdezem, akkor fordítsuk meg, akkor én kérdezek önöktől, akár azokat, akit látok, vagy akit nem látok. Imre, ez pillanatra? Igen. Igen. Lehet ez pillanatra? Parancsoljuk, ma igen. Igen, szóval akkor csak kiegészítésképpen, hogy amit most Mónika mutatott, tehát én azt még nem láttam azt a fájt, csak kicsit erős tűnt például a irodalom teljesen, de hát azért nem tűnt el, tehát ezeket a modern irodalmat
hogy én tanítok, tehát vannak, aki itt jelentkezett között is, hát azért kimondott a irodalom felé érdeklődése van, hogy nem azt jelenti, hogy teljesen tűnt el, tehát ezek a modern irodalomról lesz órán, és hát tényleg hamar tanárul is mondta, hogy hát aki tudományvilágba tovább szeretne menni, annak is megmarad a lehetőség, úgyhogy tehát kicsit most szélesebb lehetőségről van szó, úgyhogy csak azt akartam. Tehát nem teljesen tűnt el, tehát egy-egy óránk azért megmarad, úgyhogy... De úgy tudom, hogy nem tűnt el, egyet nem tűnt el, hiszen ha mondok jól emlékszem, akkor ez két félen keresztül megy a modern irodalom, nem? Ez nem az összes óra volt, csak az újfajta órákat tettük fel, milyen újfajta, tehát nem az összes óra volt ez a tanegység listában, természetesen van irodalom, csak az eddig is volt, azért nem emeltem ki. Igen, csak most a újdonságról volt szó, gondolom, de kicsit úgy ez, mint ha elmaradt volna, hát abban a felsorolásban teljesen eltűnt, tehát a modern, nem tudom, történelmi politika, de úgyhogy csak azt akartam, hogy hát nyugodtak legyenek, tehát van lehetőség, tehát tovább, ha akarja tudománnyal foglalkozni, annak is lesz lehetőség. Ugye? Ugye? Yeah. Tehát világosak legyünk, mi nem írtjuk a tudományt, szóval nem az a célunk, hogy aki bárki a tudománnyal akar foglalkozni, elkergessük a japán szakról, nyilván nem ez a célunk. Hogyha ilyen van, ilyen van a szakkollégiumokon, órákon keresztül, épp úgy ezek a képességek hát elsajátíthatók, illetve rengeteget tanulhatnak a japán különböző hát, területéről. Ezt főleg azt akartuk kiemelni, hogy nem csak azoknak szól a japán MA, akik később tudománnyal akarnak foglalkozni, tehát PhD-re akarnak menni, hanem azoknak is kiváló lehetőség japán MA, japán szakértő MA, akik esetleg nem akarnak már tanulni az MA elvégzése után, hanem utána egy konkrét munkát szeretnének hát keresni a munkaerőpiacon. Tehát itt azt hiszem nekem, mint egyetemi tanárként, akadémia doktoraként, talán nem kell amellett érvelni, ami a tudomány miért fontos, és miért támogatjuk ezt. Azt mondom, hogy ez egyetem részről ez evidens, hogy ezt elvégzi. Az a kérdés, hogy az egyetem tud-e más nyújtani emellett. De majd tájékoztató alapvetően arról szólt, hogy a szokás tudományos működésen kívül az egyetem más is tud nyújtani. Ez pedig praktikus képzés, ami jelen esetben a japán nyelv, tolmácsolás, prezentációs képességek, szakmai gyakorlat, ezek mind ebben az irányba hatnak. Természetesen a szakmai gyakorlat az nem kötelező. Akit inkább a tudomány érdekel, és nem akar mondjuk most elmenni két év után egy céghez dolgozni, az megteheti, hogy nem megy el japán céghez szakmai gyakorlatra, hanem helyette felvesz X számú szakkollégiumot, és azokat az órákat végzi el. Tehát azt gondolom, a lényegének a mostani japán szakértő MA-nak, hogy tulajdonképpen egy benne van a választási lehetőség. Tehát az, akit inkább a praktikum, a modern érdekli, az jobban tud erre koncentrálni, akit pedig, ahogy eddig is érdekelték a tudomány, meg a kultúra, az ugyanúgy hát befogadjuk őt, és annak a lehetőség van arra, szerintem Magyarországon szerintem legmagasabb szintű képzést tudja kapni. Köszönöm szépen. Egyéb más kérdés, és akkor közben valamit, valakiben felvetődött valami kérdés. Hadd kérdezzem a jelenlévőktől, hogy mivel eljöttek erre a mai megbeszélésre, valamennyien többségben látom harmadévesek, tehát hogy fontolják-e, gondolkodnak azon, hogy a japanológia, vagy a japán szakértő MA-n folytassák tanulmányaikat szeptembertől. Nyugodtan őszintén meg lehet mondani, hanem az is jó, azt mondják, hogy nem, mert inkább a gazdaság érdekli, inkább más, az is teljesen rendben van. Most ez most tekintsük, mint egy beszélgetésnek igazából, hogy kíváncsiak arra, hogy önök hogyan látják ezt az egész kérdést, hiszen viszonylag kevés lehetőségem van nekem, mint kínai szakosként a japán szakosokkal beszélni, úgyhogy kíváncsiak, hogy japán szakos hallgatók hogyan látják ezt a kérdést. Mondjuk Barbara. Pont szemben van velem a képernyőn, úgyhogy középen van, úgyhogy... Igen, én szeretnék jelentkezni majd. Szeptembertől, igen. Nagyszerű, örömmel hallom. Anita, akkor menjünk végig, akit látok.
Én még csak másodéves vagyok igazából, úgyhogy csak így érdeklődőként Aha. vagyok itt, még nem döntöttem el. Oké, okay. Akkor Vilma. Vilma. Igen, én is gondolkozok rajta, bár még nem biztos, hogy idén végzem el a harmadévet, hogyha sikerül most kijutnom részképzéssel, de hogyha maradok, meg ugye visszatérek, akkor is gondolkozok rajta erősen. Köszönöm. Nikolett? Én is ugyanígy vagyok, hogy ha sikerül most ösztöndíjjal kijutnom, akkor megkezdek, de mindenképp szeretnék jelentkezni. És ha ösztöndíjjal megy, akkor milyen, mennyi időre megy ki ösztöndíjjal? Hát egy év, de az sajnos még mindig nem biztos semmi. Ugye azért az is, arra is van lehetőség egyébként most, hogy egy ösztöndíjat mondtak, és ez egy jó, hogy ezzel beszélünk. Valaki megkap egy japán ösztöndíjat mondjuk a BA után, és ha pár, hogy nem egy konkrét képzés nem megy ki, ami mondjuk MA, hanem csak egy éves nyelvtanulást nem megy ki, akkor van lehetőség, hogy mi beszámoljuk ezeket a krediteket, elfogadjuk, beszámoljuk az itteni képzésbe. Tehát érdemes jelentkezni, függetlenül a japán MA-ra, ha felveszik, attól függetlenül nem kell ezt egy évet kihagyni gyakorlatilag, hanem lehetőség van arra, hogy akkor ottani krediteket elismertetve, gyakorlatilag egy év alatt elvégezze akkor a japán MA-t itthon. Ferenc, magát még nem kérdeztem. Hát benne abszolút érik ez a gondolat. Most már egyre jobban gondolkozom azon is, hogy a tanári képzésig elvinni ezt a dolgot, és azt is elvégezni, úgyhogy teljes mértékben érdekelne a mesterképzés. Nagyszerű. Ugye is egy ha praktikus dolgokra beszélünk, ugye az megint csak egy kompetencia valakit van tanári képesítése. Mindenképpen azt gondolom, hogyha valaki jobb az irányba megy, az is egy nagyon hasznos dolog, és mindenképpen a saját lehetőségeit bővíti ezzel a jövőjét nézve, hogy tanári képesítéssel elmehet tanítani és bármilyen iskolában. Én is tudtam, nem. Oké, akkor következő, akit nem látok ugyan, csak itt van a nevüket látom, tehát esetleg hangban itt tudnak lenni, Brigitta. Én is gondolkodtam rajta, mert érdekel nagyon a mester, és az a tolmács fordító dolog, ami most jön majd be, ez különösen érdekel. Uh-huh. Magam harmadéves? Igen, igen. Nagyszerű. Következő, Rebeka. Elnézést kérek, hogy nem tudom bekapcsolni a kamerát. Én őszintén engem legjobban a tanítás érdekelne, és ezért gondolkozom azon, hogy így érdemes-e a két év mestert elvégezni, vagy sem. Mert ez az, ami engem tényleg nagyon érdekel. És akkor nem tudom, hogy a mestert is ugyanolyan lelkesedéssel csinálnám-e végig, mint azt az utolsó egy évet. Hát ugye, bocsánat, nem lehetően teljesen jól értem, hogy ha a tanári kérdés érdekli, ugye annak előzménye az MA. Igen, ez a problémám. De mi a probléma, nem teljesen értem. Azt, hogy a tanári, tehát hogy én nem vagyok benne biztos, hogy elvégezném a mestert, hanem én szívem szerint valószínűleg csak a tanárit szeretném, de ugye az egyik feltétele a másiknak. Hát igen, 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 pontosan. De azokat, amiket ugye gyakorlatilag a japán, tehát a tanárképzéshez gyakorlatilag ott már csak pedagógiai, pszichológiai tárgyak vannak, ott nincsen de a szakmai tárgy. Tehát sem nyelvi, sem japán kultúráról nincsen nagyon szó a japán tanárképzésen. Tehát gyakorlatilag, hogy ténylegesen a tudást akar szerezni, amit nyilván a hallgatók előtt hát tud, legyen mit oktatni őket, azt a japán MA-t tudja megszerezni, nem pedig a tanárképzésre. Igen, hát nem zárom ki én azt sem, tehát hogy csak még nem vagyok benne biztos, mert ilyen szinten meg érdekel más egyetem is, és ezért még gondolkozom rajta, de hogyha mennék, akkor nem most szeptembertől, hanem jövőre. Világos. Tehát két év múlva. Rendben van. Gondolját, ha jön, sok szeretettel várjuk. Köszönöm. K-
Kitty? Igen, lehet érteni, amit mondok? Teljesen jól. Rendben. Hát igazából én már egy ideje gondolkozom a mesterszakon, viszont addig így nem voltam biztos benne, hogy megérnie nekem, mert én szívem szerint nagyon szívesen visszamennék Japánba, mert már kint töltöttem egy évet ösztöndíjjal. És hát igazából azon gondolkodtam, hogy keresek-e, vagy próbáljak meg munkát találni így, vagy pedig menjek MR-ra. Viszont így, ahogy meghallgattam az előadást, így úgy tűnik, hogy valószínűleg hát sokat számítana, hogyha elvégezném még, és akkor esetleg úgy próbálnám meg, úgyhogy nekem mindenképp pozitívan, vagy hát rám mindenképp pozitívan hatott ez az előadás most. Egy ilyen megerősítés, hogy mégis jelentkezik. Hogy tovább erősítsem, szerintem sem a munka, sem a Japánban való kimenetel szerintem nem zárja ki ezt az MR-t, mint mondtuk, a munka mellett lehetőség van arra, hogy valaki ezt az MR-t elvégezze, tehát lehet dolgozni mellette, hiszen az időbeosztás lehetővé teszi ezt. Másképp, hogy valaki akar menni valaki Japánba, persze, hogyha nyilván nem egy 4-5 évre beszélünk, hanem egy évre megy ki Japánba egy ösztöndíjjal, amelyet is lehet folytatni ezt az MR-t, hiszen bizonyos tanegységeket, főleg a nyelvi részét nyilvánvalóan el lehet ismertetni a japán MR-ba, tehát lehetőség van arra, hogy utána mondjuk egy év alatt valaki elvégezze ezt a magyar MR-t. Erre is lehetőség van. Úgyhogy gondolja meg, és sok szeretettel várjuk. Rendben, köszönöm. Luca. Igen, hát én is még csak másodéves vagyok. Igen. De én már alapból, amikor egyetemre jöttem, úgy voltam valahogy, hogy megyek mesterképzésre. Igen. És valószínűleg ide is így. Mert engem is nagy részt a tolmács, meg a fordító, ami érdekel belőle. Uh-huh. Ez így jónak tűnik. Sorry. Nagyszerű. Akkor sok szeretettel várjuk a pártunk szeptemberben. Hát a szeptemberben még nem, mert még harmadéves leszek, de... Ami vagy másodéves lesz. Igen. Aztán, de később, igen. Igen, igen, még egy fontos dolog, én ezt az előző kérdésre csak részben válaszoltam, hogy a hallgatói létszám. Tehát ugye az MA képzés ugye minimum két fő, de két főre szokott elindulni. Felsőhatár igazából nincsen. 10 fő lenne, azt hiszem, hivatalosan a felsőhatár, aki még ösztöndíjjal, tehát tandíjfizetése nélkül tud jönni, hogyha valakinek megvan még a szükséges fél éve, mondjuk a most jelenleg garantált 12 fél évből, ugye. Ha van még fél év, akkor nem kell fizetnie tandíjat. De mivel elég kevés MA hallgató a bölcsészkörben általában, meg az egész egyetemen, tehát gyakorlatilag azt nem mondom majdnem, hogy ha mi 10 fölé is tudunk menni szerintem a hallgatói létszámmal, akkor, hogyha most hirtelen megjelenne 20 hallgatók lenne a japán MA-n, el tudom képzelni, hogy valamennyien ösztöndíjjal tudnának jönni tandíjfizetés nélkül. Krista? Én mindenféleképpen szeretnék jelentkezni, úgyhogy én biztos, hogy fogok. Helyes, akkor van egy biztos jelentkezőnk, úgyhogy akkor már csak még egyet keresünk, és akkor már ketten vannak. Nagyszerű. Úgyhogy én nagyjából ennyit szerettem volna mondani ezen a mai tájékoztatón. Én számomra nagyon pozitív volt, hogy én megismertem önöket, és kicsit beszélgethettem önökkel, és láttam azt, kinek mi a szándéka. Én azt tudom mondani, hogy a japán szak, mint valamennyi szak a távolkeleti intézeten, szerintem belül a célja az, hogy az önök érdekeit szem előtt tartva nyújtson valamilyen képzést hallgatóinak. Tehát, hogy érezzék azt, hogy valóban van értelme ezt a képzést elvégezni, megtalálni azt a célt, azt a motivációt, ami az egyetemen tartja önöket. Ez lehet akár gyakorlati cél is, amint és ma főleg erről beszéltünk, hogy az ELTE tud gyakorlati célokat is kijelölni a képzésében, de persze lehet hagyományos, tudományos képzés szintén egy nagyon fontos cél az egyetemnek, hiszen mégiscsak az ELTE-re járnak, Magyarország első számú tudományos egyetemére járnak, ahol azt hiszem minden szempontból az ELTE kvalifikált arra, hogy a tudományt legmagasabb szinten mutassa meg a hallgatóinak. Szerintem tudják, hogy az ELTE távolkeleti intézete majdnem már egy 100 éves intézet,
tehát ez Magyarországon a legrégebbi óta tanít távol-keleti nyelveket, kínai és japánt, aztán később koreai nyelvet is. Azt gondolom, hogy jó helyen vannak alapvetően, tehát hogy érezzék azt, hogy egy olyan intézményben vannak, amely számára önök fontosak, és szeretnénk a legmagasabb szinten hát önöknek szolgáltatást nyújtani a tudásban is, és gyakorlati képzésben is. Tehát kérem, ezeket a szavakat megfogadva, szívükbe zárva, gondoljanak arra, amikor nem sokára lezárul a jelentkezés, ugye az MR, ugye február 15-ig lehet jelentkezni az MR képzésre, tehát ne felejtsenek el jelentkezni se, az is fontos, annélkül nem tudjuk felvenni önöket. Azt gondolom, hogy ha ingadoznak, akkor is inkább jelentkezzenek, és mert maximum nem jönnek el a felvételre, vagy maximum nem kezdik el, mert ha nem jönik be, akkor nem tudnak már később már bekapcsolódni ebbe a folyamatba, hiszen elég szigorú ez egy jelentkezési határidő, utóbb nem lehet valakit felvennünk, ezért inkább, hogyha kicsi lehetőséget látják annak, hogy elkezdhetem ebbe ezt a képzést, akkor is inkább jelentkezzenek, hiszen azzal sokat nem beszélnek. Úgyhogy köszönöm szépen akkor, hogy részt vettek ezen a mai tájékoztatón, és én bízom benne, hogy minél többükkel fogunk találkozni akkor akár most szeptemberben, akár jövő szeptemberben, hogyha valaki még csak másodéves, az MA képzésünkön. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Viszontlátásra! Viszontlátásra!